A Balatoni Csillagösvény missziós körút keretében Böjte Csaba ferences szerzetes tartott szentmisét a Hévízi Szentlélek templomban. A szertartáson közreműködött a Magyar Örökség díjas marosszéki Kodály Zoltán gyermekkar is. A hívek adományait a kórus otthonául szolgáló épület munkálatainak befejezéséhez várták. Az énekkar nálam a második alkalma jár Hévízen, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagy jelentőségű, mert hiszen itt is a gyerekek megsegítésére fogadnak el adományokat, és azért eléggé megmozgatta a lakosságot és az itt lévő vendégeket is. Ugye ahogyan Szent Ágoston is mondta, aki szépen énekel, az kétszeresen imádkozik. Tehát mi általában, ha szépen énekel valaki, egyház énekel, vagy bármit, akkor az egy Isten dicsőítéssel is fölér. 10 évvel ezelőtt indult ez a szovátai énekkar, ami ára gyerekeink is részben ebben a csapatban benne vannak, de nem csak ők énekelnek, hanem nagyobb merítésből dolgoznak, és ugye szeretnének építeni egy otthont. Mondtam, hát menjünk el, majd én prédikálok, ti énekeltek, hát a plébános urak, ha ideadják a persejpénzt, akkor hát ha összegyűl. 8-10 napot mi erre szánunk évente, és hál' Istennek olyan sokan eljönnek, és olyan sokan nagy lelkűen megajándékozzák a gyerekeket, hogy most már én hívhatom meg a hévízieket is jövő nyáron, hogy jöjjenek el, hogy szenteljük fel ezt a imádságból, énekből épült kis otthont Szovátán a gyermekek számára. Mindemellett milyen üzenetet próbál átadni az egyes helyszíneken? Hát én most mindenütt az örömről prédikálok, ugye Ferenc pápa bíztatott, hogy csináljunk egy jó kis felfordulást, mondta a fiataloknak, hát én is fiatalnak érzem magamot, és Latin-Amerikában prédikált, és arra gondoltam, hogy hát milyen forradalmat lehetne csinálni, hát a jókedv, a vidámság forradalmát, hogy ne annyira vásároljunk meg, gyűjtsünk vagyont, hanem jó testvérekként, jókat kacagva éljünk Isten gyermeki szabadságba, jókedvben. Hát én azt hiszem, hogy ez egy olyan forradalom, amit jó lenne, ha megvívnánk, úgyhogy ilyen kineveztek Magyar Szabadságharcnak a díját is kaptam, hát akkor gondoltam, hogy akkor induljunk el és csináljuk. Hát a szeretet, a jóket, forradalmát hirdessük meg Kárpát-medencében. Mennyire hiányzik ez az emberekből? Nehéz feladat ez? Hát ugye itt egy média előtt állok, a múltkor gyerekeinket odaraktam, hogy egy egész este számolják össze, hány poén, hány jókedvű, vidám megjegyzés hangzik el egy televízió adásba, és hát mondták a gyerekek, hogy zéró. Tehát hogy mondjam, én azt gondolom, hogy nem szabadna egy olyan tévéadás elhangzódjon, amiben legalább egy poén, egy jó kis vicc azért ne csattanna el. Tehát nem vagyunk mi rabok, nem vagyunk mi elítéltek, hát Isten szabad gyermekei vagyunk, miért ne örvendenénk? Én, hogyha árvagyházba bemegyek, és azt látom, hogy gyerekek jókedvűek és kacagnak, hát akkor nagy kő esik le a szívemről. És azt gondolom, mennyi, hogyha lenéz ide Kárpát-medencébe, és azt látja, hogy mindenki csak lógatja az orrát, hát lehet arra gondolni, hogy na, ezeket talán meg se kellett volna teremtsem, nem? Csak az örömről fogok itt is prédikálni, és szeretnék az alkotás, a munka, a teremtés öröméről beszélni, hogy jó dolog Istennek társa lenne a világ továbbteremtésében.